Az érmek és a kupák még az asztalokon, szerdán és csütörtökön azonban már 17-18 éves versenyzők nyakába, illetve kezébe kerülnek. Közel 100 év szünet után 2020-ban rendezett ismét kerékpáros ifjúsági világkupa versenyt Magyarország, ezen a hétvégén pedig már negyedszer ad otthont a rendezvénynek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye. Az ifjúsági korosztály már a profi pályafutás előszobája, így a bringások igyekeznek felhívni magukra a profi istálók figyelmét. Én nagyon jó versenyre számítok. A nevezések alapján gyakorlatilag az elit jön le. Tehát az, hogy körülbelül egy héttel ezelőtt megvolt a világbajnokság, így a mezőny elitje jön le, tehát a részvevő országok részéről. Nagyon erős mezőnyre számítunk, hát remélem, hogy jó munkát végeztünk. Az előkészületek azok mindent azt igazolják, hogy minden oké. A 10 fordulós világkupa sorozat 9. állomásán 13 csapat indul. A versenyzők nem csak a kupákért és az érmekért tekernek majd. Kerékpár sportban, utánpótlást a ifjúsági korcsoportban, aki világkupán összetettben pontot szerez, az a nemzet az meghívásra kerül az összes következő évi világkupa versenyre automatikusan. A verseny védnöke szerint a sportélményen túl az egészséges életmódot is népszerűsíti a világkupa viadal. Ez motivációt jelent a fiatal versenyzőknek, valamint a szabadidő sportolóknak is, hiszen a kerékpározás a legnépszerűbb sportág a világban, és hogyha ezzel is felhívjuk a figyelmet az egészséges életmód népszerűsítésére, akkor már nagyon sokat tettünk. Nyíregyháza polgármester elmondta, az elmúlt évek infrastruktúrális fejlesztésének köszönhetően idén 22 nagy sportrendezvénynek ad otthont a város. Ennek nagyon fontos hátter és inspiráló szerepe is van. El is mondtam, hogy a szabadidősportra is milyen jó hatással van, és hát ez azt teszi lehetővé, hogy ennyi sportinfrastruktúra fejlesztést tudtunk megvalósítani az elmúlt 10 évben, meg az, hogy a nyíregyháziak ilyen sportszeretők. A verseny szerdán 12 órakor rajtol. Vásárosnaményi belvárosi rajtal és befutóval 146 kilométert tekernek a bringások. Vásárosnaményi többszörös kerékpáros barát település, ennek tükrében elindultunk egy úton, és elkezdtük a kerékpár túrákat szervezni, ezt követően jöttek az amatőr kerékpáros versenyek, aztán 4-5 évvel ezelőtt sikerült szintet lépnünk, és immár világkupát rendszeresen tudunk hozni Vásárosnaményba. Köszönet persze a Nyékásének és Sormosi János elnök úrnak, aki Törzsök Zsolttal együtt rájött arra, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül érdemes megmutatni Vásárosnaményt, a Bereget, azt a csodát, ami ott van, és erre alkalmas az az eszköz, amit ugye kerékpárnak nevezünk, pláne akkor, hogyha ezt egy versennyel kötjük össze. A város ilyenkor készül már, hiszen ez nem csak annyi, hogy lesz egy verseny, és akkor bosszankodva az emberek azt mondják, hogy megint le vannak zárva az utak. Nem, itt most már mindenki tudja azt, hogy a szerdai napon érdemes kiülni a kapuk elé, a házak elé, feljönni a főtérre. A második napon csütörtökön délelőtt 10 órai kezdettel Ibrány központtal 86 kilométernek vág neki a mezőny. Délután 5 órakor pedig kezdődik az egyéni időfutam, amit a Nyíregyháza belvárosában kialakított 3,5 kilométeres pályán teljesítenek a versenyzők.